A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara már több mint 10 éve szervez országos versenyt a szakmettanuló diákok számára. Évről évre egyre népszerűbbnek számít a megméretetés a diákok körében, ezt a számok is bizonyítják. Idén Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből, 7 iskolából, 40 szakmában összesen 329 versenyző jelentkezett. Ez a magas szám annak is köszönhető, hogy a közlekedési szakmacsoport is összemérheti tudását. A versenynek komoly tétje van. Egyrészt jó megmérettetés ez a tehetséges diákoknak, ugye egy próba tulajdonképpen, mivel ide végzős diákok jelentkezhetnek csak, nagyon fontos nekik a komplex szakmai vizsga miatt, hiszen aki a versenytevékenységek alkalmával több mint, vagy minimum 60%-ot ér el, akkor a szakmai komplex vizsga alól is felmentést nyer. Természetesen értem itt ez alatt, hogyha az írásbelén ér el itt 60%-ot, akkor az írásbeli vizsgatevékenység alól kap felmentést, viszont aki tovább is jut döntőbe, és minden részben, versenytevékenységben 60%-ot elér, akkor ő nyert egy szakmai komplex vizsgát. Ezen túl a továbbtanulók számára a felsőoktatási felvételi eljárás során 30 többletpontot is jelent az eredményes szereplés. Szabolcs megye jó eredményekkel szerepel a versenyeken, tavaly 15-en kerültek be a válogatóba és 5-en a döntőbe. Közülük a férfi szabó versenyző első helyen, az asztalos versenyző második helyen, valamint a víz csatorna közműrendszer szerelő versenyző harmadik helyen végzett. Első körben a diákok az írásbeli résszel kezdenek Nyíregyházán, ezután jön a budapesti válogató, majd innen juthatnak tovább a döntőbe, a márciusi Szakmasztár Fesztiválra. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 65 szakmában hirdette meg idén ezt a versenyt. Innen a megyéből, ahol, ahogy ön is elmondta, 40 szakmában indultak a diákok. Természetesen van olyan szakma, amiből azért nem indultak, mert egyáltalán a megyében nincs, nem is folyik ilyen képzés ezekben a szakmákban. Vannak népszerű szakmák, sokan indulnak minden évben a magasépítőtechnikusok, ők most is 28-an versenyeznek majd, ők éppen holnap fogják megírni az elődöntőt, de szép számban jelentkeztek a hegesztők, ők például 31-en, vagy beszélhettek itt a szakácsokról, a vendéglátás szervezőkről, és több szakmában is 10 felüli a létszám. Amiből kevesebben vannak, például hűtő- és légtechnika rendszerszerelő, itt egy szem gyerek jelentkezett a megyéből, vagy a vízcsatorna közmű rendszerszerelő. Ennek az az oka, hogy nagy lesz ugye a lemorzsolódás, sajnos az iskolákban, mire végzősök lesznek a gyerekek, illetve másik ok pedig az, hogy tehát ennyi az osztálylétszám. A szakmai elődöntő január 7-én kezdődött, és január 24-ig tart Nyíregyházán.